Omikron variáns. Rohamosan nőhet a fertőzöttek száma, de kevesebb lehet a súlyos eset. Adóváltozások. Több pénz marad a családoknál és a fiataloknál. Jegyet kezelnek és váltót állítanak. Még lehet jelentkezni a gyermekvasutas képzésre. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folyamatosan terjed a koronavírus Omikron variánsa. A híradónknak nyilatkozó virológus szerint a napi esetszáma korábbi rekordokat is túlszárnyalhatja, de a súlyos esetek aránya már nem lesz olyan magas. Rusvai Miklós szerint akár már május végére kialakulhat a nyári immunitás, így jó esély van arra, hogy ősszel csak enyhébb formában jelentkezzen a koronavírus. Szennyvízvizsgálat a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában. Az elmúlt hetek emelkedése után január első hetében a legtöbb magyarországi településen, köztük Budapesten is stagnált a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben. Azonban már valamennyi városban kimutatták a koronavírus Omikron variánsát is. Az Omikron rohamosan terjed, az új fertőzések 29%-át már ez a vírus mutáció okozza. Rusvai Miklós víruskutató szerint, mivel az Omikron gyorsabb terjedésre képes, ezért a következő napokban, hetekben rohamosan emelkedik majd a koronavírus fertőzöttek száma. Fontos azonban, hogy várhatóan jóval kisebb lesz majd a súlyos esetek száma. Én úgy gondolom, hogy most az ötödik hullám idején még magasabb lesz majd a napi fertőzött szám, de alacsonyabb lesz a halottak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma és a kórházban ápoltak száma, ami legmagasabb a harmadik hullám idején, tehát egy évvel ezelőtt volt, már alacsonyabb értékeket tapasztaltunk a negyedik hullám idején, és én úgy gondolom, hogy még alacsonyabb értékeket látunk majd most az ötödik hullámban. Tehát a fertőzött szám magas lesz, de a súlyos beteg esetek száma alacsonyabb lesz. A víruskutató arra számít, hogy a lakosság 90%-a megfertőződik a következő 2-3 hónapban az Omikron variánssal, de sokan lesznek majd, akiknél az oltásnak köszönhetően is csak nagyon enyhe tüneteket okoz a betegség. Így elképzelhető az is, hogy valaki szinte észrevétlenül vészeli át a fertőzést. Májusra elérhetjük azt a kívánt lakossági immunitást, vagy ahogy korábban emlegettük, nyájimmunitást, ami szükséges ahhoz, hogy a járvány lefékeződjön, és akár végérvényesen megszűnhessen súlyos egészségügyi problémát okozni. Az magától értetődik szinte, hogy nyáron eltűnik majd a vírus, ugyanúgy, ahogy tavaly nyáron és tavaly előtt nyáron is eltűnt, de ha ősszel újra jön, ami szintén elkerülhetetlen, akkor már nem fog az egészségügyben súlyos terhelést okozni, magasabb esetszám lesz, légzőszervi betegségszám, de nem súlyos esetek. Rusvai Miklós hangsúlyozta, a rizikócsoportokba tartozó emberek, vagyis például az idősek, a cukorbetegek, a magas vérnyomással küzdők, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők továbbra is fokozott veszélynek vannak kitéve. Nekik különösen ajánlott a koronavírus elleni védőoltás. A vakcina azok számára is ajánlott, akik átestek a fertőzésen. Nagyjából mindig olyan 4-6 hónapos immunitás biztosít a fertőzésen való átvészelés is, és ugyanígy a vakcinázás megismétlése is. Nagyjából a koronavírusok esetében fél éves immunitás várható el a fertőződéstől vagy az immunizálástól. A hét második felében egyébként újra szerveznek oltási akciót, így akár előzetes regisztráció nélkül is kérhető a védőoltás. Egy nap alatt újabb 7883 koronavírus fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, és meghalt 67 többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 118.945-re emelkedett. Kórházban 2758 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen. Április 3-ára tűzte ki Áder János köztársasági elnök az országgyűlési választások időpontját. A választási eljárás legfontosabb határidői pedig szerdától nyilvánosak. Eszerint a kampányidőszak február 12-től kezdődik. Az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16 óráig kell bejelenteni. A választási értesítőket február 5-től kezdik el kiküldeni, az átjelentkezésre pedig március 25-én 16 óráig lesz lehetőség.
Megkezdődött az idei első már emelt összegű nyugdíjak utalása és kézbesítése. A családokért felelős parlamenti államtitkár közölte, az 5%-os emelés egy átlag nyugdíjnál havi 7800 forint többletet jelent. Az infláció követő nyugdíj emeléssel biztosítjuk a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. 2010-ben ezt vállaltuk, álltuk is a szavunkat, hiszen az elmúlt években több mint 10%-kal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke. Valamennyi magyar felsőoktatási intézmény jelen lesz az edukáció oktatási szakkiállításon. A csütörtöktől szombatig tartó rendezvényen csaknem 90 kiállító, köztük a felsőoktatási intézmények, nyelviskolák és ösztöndíjprogramok képviselői várják a középiskolásokat a Hung Expo-n. Az érdeklődők nem csak az egyetemek, főiskolák és szakképzőiskolák képzéseit ismerhetik meg, de felvételi esélyeiket is felmérhetik. A frusztrációit akarta levezetni, ezt mondta a kihallgatásán az a férfi, aki budai erdőkben vadászleseket rongált meg társával. A 45 éves férfi és a 27 éves nő több vadászlest egyszerűen felborított, de olyan eset is előfordult, hogy elfűrészelték a létrák fokait. A Pilisi parkerdő területén közel 40 darab vadászlest, vadkamerát tettek tönkre. A páros több mint egy éve keresték, a napokban a rendőrség egy lakossági felhívást tett közzé, ezután sikerült őket elfogni. Csalók próbálnak SMS-ben pénzt kérni a Magyar Vöröskereszt nevében. Az SMS-ben a vöröskereszt.info, illetve a vöröskereszt.eu oldalakra próbálják irányítani a csalók a felhasználókat. A Vöröskereszt azt kéri, hogy senki ne nyissa meg ezeket az oldalakat, és ne adja meg a személyes adatait. Ilyen jellegű adománygyűjtést nem végeznek. Januártól számos adóváltozás lépett életbe, a 25 éven aluliak SZIA-mentességet kapnak az idei évtől, a gyermeket nevelő családok pedig adóvisszatérítésre számíthatnak. Új év, új adózási jogszabályok, illetve olyan könnyítések, amelyek a személyi jövedelemadózók és a társaságok életét is megkönnyítik. A 2022-es esztendő egyik meghatározó hozadékának a 25 éven aluliak SZIA-mentességét tartja az általunk megkérdezett adószakértő. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a bérjövedelem keretein belül és az egyéb jövedelem figyelembevételével, de nem a ingatlanból származó jövedelem ide számításával gyakorlatilag adómentesen tudnak munkát vállalni a 25 év alatti fiatalok. A 25 év alatti fiatalok a adómentességüket kizárólag az előző év júliusában alkalmazott átlagbérnek, ugye a 12-szeresének az elejéig tudják érvényesíteni. Ez durván 2022-ben 5.200.000 forintos bruttó jövedelemet feltételez, és ennek az értékeig, mértékéig fogják tudni adómentesen a jövedelmüket megszerezni. Ugye ennek a 15%-a lenne durván a adó rész. Tehát ez egy jelentős, és úgy jön össze, hogy a 140 milliárd forintos SZIM támogatás gyakorlatilag a fiatalok részére. Összegét tekintve ennél a tételnél körülbelül négyszer nagyobb a gyermekes családok segítése, vagyis az SZIA visszafizetés, amely azonban nem egy hosszú távra mérvadó jogszabály, hanem az idei évre vonatkozó döntés. Az alapja, hogy a gazdaság várakozáson felüli teljesítményéből a munkavállalók is részesüljenek. Aki gyermeket nevel, vagy lehetősége volt gyermeket nevelni 2021-es évben, tehát például akár egy napot is családi pótlékra jogosult lett volna, független attól, hogy kapott-e családi pótlékot-e vagy sem, de jogosult lett volna, az jogosult a adó visszatérítésre, durván 800.000 forintig a befizetett adójának a visszatérítésére. Volt egy időpont, már volt ugye a december 31-e, amit azoknak kellett betartani, akiknek a bankszámláról nem volt információja az adóhivatalnak, hiszen így nem tudja, hova kiküldeni az adót. Akik családi pótlékot kaptak az államtól, azoknak a bankszámlaszámuk benne volt a rendszerben, és azoknak nem kellett ezt a nyilatkozatot kitölteni. Információink szerint eddig mintegy 2 millió ember már nyilatkozott, de a szakértő szerint ennek a nyilatkozatnak az elmulasztása sem jogvesztő hatályú, hiszen 2022 májusáig ezt még megtehetik az érintettek, amikor is az adóbevallásuk beadásával párhuzamosan tudják ezt az igényt érvényesíteni a számlaszámuk megadását követően. Tóth Márk a katásadózó vállalkozók személyi jövedelemadó visszatérítéséről is beszélt. A katás jövedelmek után befizetett adónak a 25%-át is visszatéríti az állam. Ugye főállású
esetén ugye havi 50 ezer forintot jelent ez a mellékállású katást, akinek van fő foglalkozás és mellette katázik, annak meg 25 ezer forintot havonta. Tehát ugye ennek a éves összegnek, a befizetett éves összegnek a 25%-át a szintén visszautalásra fogja determinálni ugye a rendelkezés. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum január 1-jei emelésére minden munkaadónak figyelnie kell, mert a minimálbér ugyan 200 ezer forint, ám minden olyan munkakört betöltő munkavállalónak a magasabb 260 ezer forintos összeget kell fizetni, aki szakképesítést igénylő munkakört tölt be, akár releváns végzettség nélkül is. Télen is zakatol a gyermekvasút, jelenleg a napi váltásokban több mint 5000 fiatal dolgozik azon, hogy a szerelvények minden nap zavartalanul közlekedjenek. Aki kedvet érez, hogy kipróbálja, milyen a gyermekvasutasok élete, még jelentkezhet a februárban induló tanfolyamra. Február 5-én ismét elindul a gyermekvasutas képzés tavaszi tanfolyama. Erre azoknak a 4., 5. és 6. osztályos gyermekeknek a jelentkezését várják, akik jó tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és az orvosi alkalmassági vizsgán is megfelelnek. Barnabás például 4 évé vizsgázott sikeresen, és szolgálatának egy újabb évét kezdi meg idén gyermekvasutas pajtásai közt. Ezt a közösséget én nagyon szeretem, legfőképp azért, mert egy nagyon összetartó csapat vagyunk, és talán ez az is okozza, hogy hasonló az érdeklődési körünk. Egymást természetesen mindenben segítjük, a különböző szolgálatok ellátásánál ugye nyilván egymásra támaszkodunk szinte teljes mértékben. Egyik kedvenc dolgom, ami itt van, a különböző túrák és táborok, mivel ilyenkor nagyon jól összekovácsolódik a csapat, nagyon jó programok vannak, és ezt mindannyian élvezzük, és tényleg egy nagyon jó közösség tud kialakulni ezek által. Többek között ezekért is érdemes gyermekvasutasnak jelentkezni. A regisztráció már nyitott a gyermekvasút honlapján, amire ismét nagy számú jelentkezőt várnak a szervezők. A 4 hónapos képzést júniusi vizsga zárja majd, ami után szolgálatba is állhatnak a frissen végzett gyermekvasutasok. Reményeink szerint a tanfolyamot körülbelül 80-100 gyermekvasutas fogja sikeresen teljesíteni, és utána ők valamelyik gyermekvasutas csoportba kerülnek beosztásra. A tanév alatt 15-17 naponta jön szolgálatba egy-egy gyermekvasutas, és a nyári időszakban egy hosszabb táborozással is készülünk számukra. A csoportok létszáma az mára elérte a 35-40 főt, tehát egy-egy napon akár annyian is jönnek szolgálatba. A gyermekvasutas állomány pedig már 600 főre gyarapodott. A szolgálat során a fiatalok segítik az utasokat a mindennapi közlekedésben. A Hűvösvölgytől Széchenyi hegyig terjedő szakaszon nem csak az állomáson, a szerelvényen is ellátnak feladatokat. Kezelik a váltókat, a hangos bemondókat, vagy éppen jegyvizsgálóként is találkozhatunk velük. Ezekre a helyzetekre készíti fel őket a képzés. A tanfolyamon lényegében a vasutas szakma alapjaival ismerkednek meg a gyerekek, tehát ugyanazokat az ismereteket elsajátítják, mint nagyvasúton a felnőtt kollégáik, és ebből levizsgáznak, de fontos, hogy ezen kívül a környék turisztikai nevezetességeiről is tanulnak, hiszen ez itt egy elég fontos információ az utasoknak. A gyermekvasutasnak lenni az nem csak egy rövid távú dolog, tehát sokan itt szeretik meg a vasutat, és utána válnak egész életükre vasutassá, vagy a közlekedési szektoron belül más területen helyezkednek el. Ezek egyik eleme a nyári táborozás, amit hagyományosan a 60-as évek óta a Hűvösvölgyi állomás melletti területen tartanak. Várhatóan a 2022 nyarán ide látogató gyermekvasutasok már megújult formájában vehetik birtokba a tábort. Az épületek teljes mértékben megújulnak. Nem csak korszerűbbek lesznek, de a befogadó képességük is jelentősen nő, az igényeknek megfelelően. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!